Hát igen, ez a tipikus Leon lövegpontosság. Na jó. Uraim, ez mi? Amúgy ez a Gelmark ezért lesz nehéz. Nem azért, mert ez egy rossz szank lenne, vagy valami. Gondolj bele, ezek a lövések ilyen 94,90%-nál jönnek. És az a baj, hogy összejöhetnek. Eznek a lövege valami brutálisan hektikus. De igen, terheli. De neki van streamer gépe, meg olyan gép, ami játszik a játékokkal, meg ilyesmi, szóval meg lehet oldani. Mondjuk ő hozzá kell tenni, olyan gémekkel tolja, amiknél szerintem valóban kell az, hogy legyen egy streamer géped. Valószínűleg annak lesz majd értelme, hogy kétszer meglőjük az IS-3-2-t. Várunk, mert a lövés ez mindjárt megjön. Sőt, igazából ezen a ponton is lehetne szedni a gyereket. Vagy nem. Mindegy, jó volt az így, jó volt az így. Igen, egy ilyen komolyabb gép, egy komolyabb gém mellett már egy másodlagos gép az valószínűleg must have lehet. Na talán majd beszerzek egyet. Én tervezem azt is, hogy majd YouTube-on lesznek olyan streamek, amik nem botosak lesznek, szóval meglátjuk, hogy jön ki a lépés. Nem tudom, mennyire bátor az ellenfél, meg van még egy LC-nk is, szóval igazából valamilyen szinten lenne spot is a célpontokra, meglátjuk. Oh boy. Nem merek amúgy sokkal közelebb menni. Mondjuk konkrétan nem mentem közel egyáltalán, szóval mondjuk ettől nem lenne nehéz alapvetően közelebb menni. Istenem, egyébként ez a szűkülési idő a Leont valamilyen szinten megöli. Azokat nem nézett, csak World of Tanks. Hát igen. A World of Tanks egy szarját, de csak a World of Tanks végső soron, nem? A nap végén az mi? Ja, az STA. Őt amúgy lehet, hogy el kellett volna vinni. Okay. Jó, ennyi volt, visszahúzódunk. Azt figyeld, VFSS FF Shape. Ő is a Shape valójában. Igen, itt az EU szerveren mindig is 8000 gold volt a tank. Mondjuk fura, hogy egyes szerveren szabad XP, a másikon meg gold. Ennek kíváncsi egyébként a logikájára. Szép a murack. Lehet a Wargaming esetleg figyeli azt is, hogy nem tudom, mikor a Leont adták, akkor melyik szerveren, melyik erőforrásból költöttek többet. Nem tudnék amúgy másra gondolni.
Amúgy pedig halihó Dart, halihó. Szólózik a boros kóla, mármint már nem szólózik, már eltűnt innen, na mindegy. Na várjál, amúgy tudom az arti az valahol itt van nekem jobb kéznél. De mi lenne, ha beállnék ide Huldán pozícióba? Fogadjunk egyébként a játék, ami így szénné fogja laggolni az agyát. De attól mi megpróbálkozunk egy ilyen taktikával. Ho! Ho 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 ho! Hello uram! Micsoda amúrack. És a majom király, ez meg visszaállt. Aha, jó, akkor let's go, baby, akkor toljuk neki. Amúgy én azt mondjátom a Wargamingnél, hogy azt mondják, hogy nem mondd meg, hogy te tudod, hogy milyen lesz a következő tank, de hogyha kirakod a videót 10 órakor, amit előző nap felvettél, szóval érted, hogy hol van ebben az egészben a WTF rész. Az amúreket nem láttam jönni. YOLO! Ne! Ne már! Nem baj, 7k, 6 kill, easy peasy lemon squeezy. Az a baj, amúgy a Lionnel, a laplöveggel, mármint a laplövedékkel. Ugye az alaplövedéke, ugye kisebben rendelkezik, mert lassabban szemrez a PCR. Nem sok előnye van. De figyelj, egynek elment. Meg ebben a körben, amúgy a lövedékek nagyjából még oda is mentek, ahova szerettem volna, hogy menjenek, szóval GG's. EU1-en, EU2-n játszanak. Ott vannak 0 HP-n, van még egy full HP-n lévő tank, rohannak rá. Még ha ki is lőtték őket. Úgy vannak vele, hogy nem probléma, mert sebeztem. Na most itt ezen a szerverem. Egy 0 HP-n lévő tank inkább bevárja a többieket, hogy katasörővel kinyírják az ellenfelt és lehozzák a csatát. Szóval ez teljes mértékben más, mint az EU1-je meg az EU2-n. Viszont sokkal több a bot játékos. Tegnap volt egy olyan köröm ezen a mappon, hogy azt hiszem 3 játékos megfulladt, meg volt még egy team killere. De ellenfélnek. De összesen 4 játékos, mert mínuszba ugye. Illetve ezen a szerveren sokkal kevesebb az OP tank. De sokkal kevesebb az ilyen OP chipi, meg az egyéb ilyen járművek. Na most nem tudom, ez a bet tölte, vagy mit csinál, de... farmoljuk belőle a HP-t. Vagy róla, ameddig lehet. Itt már nem lesz esélyem ezekkel szemben. Nem sok kedvem van, hogy bemenni egy papírtankkal, 2 tüzérrel lövetni magamat. Ne, hadd menjek vissza! Szóval, ja, mit azért vannak akkora botok, mint a ház. Nagyon sokan tolják ilyen szoktankokkal. De alapvetően olyan tankokkal jó játszani, amik inkább ilyen 10-es tierben mozognak, illetve jó tesz nekik a lassú gameplay. Szóval egy Lionnal például, ilyen közegben nagyon jó játék.
Hát, Boldi, igazából nem úgy fogalmaznék, hogy én segítek nekik, mert igazából ti vagytok azok, akik ugye ténylegesen segítenek. Én annyit csinálok most, hogy megpróbálom erre a figyelmet valamilyen szinten felhívni. Illetve majd meglátjuk, hogy a hét végére milyen össze fog összegyűlni. Ezt megpróbálom majd felkerekíteni valami szép számra. Mondjuk ha most van nem tudom mennyi, 70 euró összegyűjtve, felkerekítem 100-ra például. Még ezt eldöntöm. Annyi a lényege ennek az új charity dolognak egyébként, hogy most nem arról van szó, mint korábban, például mikor az OMS-nek gyűjtöttünk. Hát 101 eurót, nem tudom, meglátjuk, hogy állok anyagilag. De az a lényeg, hogy nem arról van szó, mint korábban volt, hogy nekem el kell küldeni a pénzt, amiből levon a PayPal, majd én elküldöm a pénzt, amiből még megint levon a PayPal, hanem most ugye őket támogatjátok közvetlenül, viszont az én linkemen keresztül. Szóval látjuk, hogy a közösség az a semmennyi gyűjtött össze erre a célra. Mindegy, nem számít. Nem támadjuk be, pedig megtehetném. A DPM-ből szerintem ez a Conqueror letol engem. Főleg, ha rá kell menni és olyan nyílterepen lefarmol engem. De egyébként Valardis a kérdésedre a válaszképpen azt tudom mondani, hogy ja, egy ilyen 1-től 80 euróig gondoltam. De még azt, hogy gyűlik mondjuk már ilyen 110 euró, akkor azt mondjuk 200-ra fel kellene kíteni például. Na hát a grilla az ilyen gigakempettól. Igazából nem lenne akkora hülyesség oda elmenni, mint amekkorának tűnik. De a gond az amúgy, hogy az előbb engem az a Super Conqueror felspottolt. El tudjuk vinni egyébként egy lövés elszemelésével az AMX-et. Ne, és kivégezte a grilla, hát akkor kár volt. Viszont akkor ebben a formában ez így egy kicsit talán kár volt. Reméljük, hogy megéri. A kérdés az egyébként, hogy vajon a tüzér ezen a ponton előjebb bennünket. Mi történt? Biztos támogatta valaki egyébként a gyűjtést, nagyon szépen köszi. Oké, de amúgy valahogy sejtettem, hogy a célpont az én leszek. Na ez egyébként innentől kezdődően egy rohadt nagy szívás. Nyilván be kéne flankelni az E3-at. Viszont ha beflankeljük az E3-at, akkor megadja az esélyt ugye a kettő altának, hogy engem kivégezzenek. Szóval ez nem lenne egy túl bölcs megoldás. Elmegyek az altikért. Viszont a ponton talán megérné betölteni a repesztárat. Ja, megérni betölteni. A lövedék még kell. Oké. Okay. Itt kell lennie. Most szinte a másiknak is. Bár ugye erről még külön információnk nincs. Én azt gondolom, hogy ha egy T-92 eljött ide, akkor valószínűleg ugye a másik is eljöhetett erre az oldalra. Na jó.
Ó, Ispirin, szépen köszi. Nem írja ki egyébként ezeket a támogatásokat nekem valamiért, szóval ha nem kapom el azonnal, hogy ki volt az, aki támogatta a gyűjtést, akkor lemaradtam róla. Hello, Weasley. Egyébként annyi az értelme ennek a gyűjtésnek, csak hogy elmagyarázzam nektek, hogy ezzel a gyűjtéssel nem tudunk, hogy fogalmazzam meg, az időpontokkal nagyon játszani. Ugye ez most történt, most van értelme annak, hogy segítsünk. Egy hónap múlva vagy valami már nem lenne értelme. Amúgy rá kell rohannunk arra az E3-ra, és közben abban bízunk, hogy nem bennünket figyel. Igazából ennyi az, amit tehetünk ezen a ponton. Rárohannunk, és nem bízunk benne, hogy nem ezt az oldalt figyeli. Az alatt most vagy elő bennünket, vagy nem. Nem tudom, hogy hol lehet. Bárhol lehet. Inkább amúgy tippelném ide, de majd meglátjuk. Sajnálom, valamit írnak nekem. Szóval, ja. Gyűjtünk egyet ezen a héten. Viszont a gyűjtést azt én általában úgy szoktam csinálni, amikor van ilyen jótékonyság gyűjtést sett, hogy nyilván nem az a cél, hogy most itt terheljek bárkit pluszban, hanem mondjuk eddig szav voltál a Twitch-en, vagy a YouTube-on csatornatag, vagy pedig gondolkodtál azon, hogy küldesz sírt, akkor annak az összegét lehetne elküldeni erre. És akkor nem vagytok jobban terhelve. Tehát nem arról van szó, hogy szabolj is, meg még donétálj a jótékonyságra, hanem akkor a szab meg a többi az másodlagos. Jó, figyelj, elkezdek foglalni, aztán meglátjuk, hogy a srácot lehet-e játszani. Igazából az a terv szerintem, hogy megpróbálunk ide beállni. Ne lehet proxyból figyelni a területet, illetve ha másonnal jönne, szerintem szintén rálátok. A sevet nagyjából ide betartjuk, ha innen jön, akkor elvileg látjuk. És akkor megnézzük, hogy honnan próbálkozik. Nem! Alárollol! Alárollol! 504. Ó, oh, chat. RNG, szóval valaki valaha tudni akarta, hogy ez a játék miatt RNG, hát ezért. Ezért RNG a World of Tanks. Eltaláltam, hamarabb lőttem 510-zel, amennyi a HP-ja annak a klikkernek. 504-et ad be a játék, szóval GG's. Mm-hmm.